Nem véletlenül lett a Classic Vibe azért egy méltán Az híres. a legelső Squire a Squire-nek a, úgymond az újkori Squire, nem ugye régen a Squire, ugye a 80-as évek elején, az volt a japán verziója a Igen. Fendernek, ugye a Gréco céget bízta meg a Fender, hogy gyártson gitárokat. Ezek már meg azt a régi hőskort idézik, amikor tényleg a világsztárok is nagy szeretettel használtak a Igen. 80-as években Squire-eket.